Tiszta udvar, rendezett kert. Szántó Imrének, Borbála néninek gyönyörű kardvirágjai és fenyőfái is vannak. Nagyon szeretek itt lenni, idős korom ellenére, mert éjjel is itt aludnék, de ha sajnos ugye éjjel csípnek a szúnyogok, nappal még nem is, nappal mindig itt vagyok. Ebbe kapargallom a virágokat, itt érzem magamot jó, a Jóisten még sokáig engedjen engem, hogy ilyen szép virágos padba mellette fenyőfaknak éljek. Mert szép a fenyő, télen, nyáron, sose lepidermet állom, még a többi ázik, fázik, üdezölje csak pompázik. A 85 éves Borbála néni nem unatkozik. Reggel 3 órakor kell, dolgozik a kertben, ellátja a tyúkokat, disznókat. Mert most ettől tudod, ki szoktam nekik dobni, itt a kaja van nekik, ott az én nézik, hogy aztán most miért tette ez? Most miért tette ez? Na gyertek ide, gyertek ide, majd ez így lesz. Tun, 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 puszit, te is adja a puszit a gazdasszonynak. Igen, így beszélgetünk el. Így úgy, így bizony. Ibolyónak hívom őket mindig, ibolyók. Csön, 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 no, puszit a kezemre, puszit. Így. Múj nekem. Mikor csak a be van csukva az ajtó, azt helyülök hozzájuk, mind a ketten csókogassuk a kezemét. 600 négyszögöt területű kertjében maga permetezi a szőlőt. 9 tőke Otellóból 150 liternyi finom mustot készített. A kertjében epret, sárgarépát, sütőtököt is termeszt. Szép a diótermés is. Nekem mindig van munkám, mondja Borbála néni, aki a Galga Hévízi TS-ben dolgozott, kétszer is kapott kiváló munkáért kitüntetést. A pince tele burgonyával, akkor a borsot ugye elküldtem a piacra eladni, ott is kaptam egy kis pénzt, meg ott nagyon-nagyon szép a nyugdíjem, mert ott két kiváló oklevelem van a termelő szövetkezetből. Nagyon szép a nyugdíjam. Én még annak felét se költöm el, mert mondjuk a húsfélit, zsírfélit, akkor a zöldségféléket, hogy én mindennek termelik magamnak. Mindent. Úgyhogy én nekem csak a üzleti dolgoké, hogy ugye nem tudom én, ami van, gyufa, cukor, só, ezekéről pénz. De valóban úgy van. Galga Hévízen idén elevenítették fel a tiszta udvar, rendes ház szokást. A versenyen 13-an indultak. Szeptember végén a szüreti mulatságon elismerést vehetett át Borbála néni is. A polgármester szerint az a cél, hogy megmaradjon a településen a tisztaság, a rendezettség. Azt mondtuk, hogy szeretnénk visszahozni azt a régi hagyományt, amikor egy közösségi programban, a Tiszta Udvar Rendes Ház programja szerint a környezetünk tisztaságával, az udvarunknak a virágosságával elindítunk egy pályázatot, és vártuk azokat az embereket, akik jelentkeznek. Hála jó Istennek 13 olyan család volt, aki jelentkezett első körbe, és ezeknek a díjazása történt meg ma este. Mit gondol, kedvet kaptak hozzá a többiek, a nézők közönség közül? Hát a 13 család már rögtön kedvet kapott ehhez, és úgy gondolom, hogyha a TV felvételeket és a mai estét leadja a televízió, akkor valószínű, hogy még nagyobb kedvel fognak hozzáfogni a jövő évi ilyen pályázatunkhoz. Ez nem csak abból adódóan van, hogy így bizonyos díjakat teszünk közé, és hogy adunk valamilyen támogatást ahhoz, hogy a környezetünk virágos legyen és tiszta legyen, hanem eleve én úgy gondolom, hogy azzal a szép kerámiával, amivel mi megjutalmazzuk az embereket és azt a családot, akinek a lakóháza és a környezete tiszta, az már eleve egy szimbólumot fog Galga Hévízen biztosítani, és ha ott van a házon kitéve, akkor tudja mindenki, hogy ez a család igenis foglalkozik azzal, ami nekünk a célunk, hogy ez a környezet, ez a tisztaság és ez a rendezettség megmaradjon Galga Hévízen. A zsűri számos szempontot figyelembe vette az értékeléskor. Elég modern szempontokat vettünk figyelembe, ugye a klasszikus régi tiszta udvar rendes házból indultunk ki, mégis ezt így a mai, illetve a Galga Hévíz igényekhez kellett igazítani. Nyilvánvaló, hogy a környezetbe kell illeszkednie egy ilyen háznak, otthonnak, hiszen a tiszta udvar rendes ház ugye erről szól. Arról szólt a pályázat, hogy ugye mint modern szempontot említettem, szelektív hulladékgyűjtés megjelenjen, amit ugye mindannyian itt igyekszünk folytatni, mint Galga Hévíziek.
Komposztáló az, ami szintén szempont volt, hogy komposztálóval rendelkezzünk, hogy ugye a természetes körforgás megjelenjen az otthonunkban. Ezen kívül fontosnak ítéltük meg azt is, hogy megjelenjenek helyi jellegzetes növények, legyen köztük saját szaporítás. A zsűri 3 nagy díjat osztott ki. A győztesek, így Korompa Jákos és felesége, dr. Péli Margit és dr. Basa Antal pénzjutalmat kaptak, és egy kerámiából készült tiszta udvar rendes ház feliratú táblát, amely már az otthonukot díszeleg. Korompa Jákos és felesége Koromházi Beáta az Ökofaluban élnek. A 850 négyzetméteres kert még úgy is gyönyörű, hogy az ott jártunkkor az októberi fagymár pusztítást végzett a virágokban, növényekben. Korompaiék törekednek arra, hogy őshonos növények díszítsék a kertjüket. Van is borókájuk, méghozzá 3, csüpkebogyójuk, berkenyéjük, kökényük, galagonyájuk is. Ezek a kerítésvédő sövény szerepét is betöltik. A kertünk egy 850 négyzetméteres viszonylag kis építési telek, és egy hosszú parasztházat építettünk rá, amelyik hagyományos formákat idéz. Természetesen igyekeztünk összhangban, harmóniában a természettel, építő anyagok tekintetében, stílus tekintetében, és miután fölépült a házunk, a kertet is igyekeztük úgy kialakítani, hogy az szép legyen, változatos legyen, lehetőleg minél inkább őshonos növényekkel ültessük tele. Az év minden időszakában üdel színföld legyen, virágok legyenek, színes bokrok, és hát olyan bokrok, amelyek lehetőleg magunk számára is, és az állatok számára is táplálékul szolgálhatnak, védelmet a szelek ellen. És hogy amikor mi kiülünk a ház elé, és nézzük a tájat, akkor kellemesen érezzük magunkat. Saját magamnak is nagyon tetszik a kertünk, és nagyon sokat dolgozok a rózsákkal. Igazából most kezdtem el a rózsákkal foglalkozni, a meccéssel, a telepítéssel, magyar rózsafajtákat telepítettünk, a virágaimmal nagyon sokat foglalkozok, és amikor kiülök arra bizonyos lócára, amit említettek, akkor magamnak is tetszik is. Korompaiéknál farunk kockákból alakították ki a kocsibeállót, természetes anyagok felhasználásával fa, vályog, nád, szalma épült meg a ház. A kert ékessége a kőből kirakott fűszer spirál, legfelül a szárasság tűrő levendulával, legalul a nedvességet igénylő citromfűvel és mentával. A kertben érdi megyfa, berecki birsalma is megtalálható, akárcsak a tiszafa, a veresgyűrűsom vagy a cserszömölce. A sziklakerthez kapcsolódik az elmaradhatatlan lóca, s persze a ház falán már ott díszeleg a tiszta udvar, rendes ház, kerámia tábla. Szadánin már másodízben rendezték meg a takaros porta versenyt. Egyre többen pályáznak és próbálják meg elvinni a díjakat. Ez persze nem csak a díjazottaknak eredmény, hanem azt gondolom, hogy eredmény az egész községnek, mert azok is szépítik, rendezik a portájukat, akik az adott évben esetleg díjat nem kapnak. És hát jó példával járnak elő mind a díjazottak, mind azok, akik rendbe teszik a portájukat a többiek felé. Úgyhogy úgy látjuk, úgy látom, úgy ítélhetjük meg, hogy ragályos a példa, és egyre szépülünk, és egyre szebb a környezetünk. A szüreti mulatságon szeptember végén osztották ki a díjakat, összesen 9 elismerést adtak át. A 2 fődíjas, Kovács Antal és felesége, valamint Oroszi Sándor és felesége lett. A Kovács család birtoka 25 éve, amikor megvették a telket, még nem így nézett ki. Akkor az elhanyagolt szőlő tarackos volt. Most ragyogó virágok gyönyörködtetik a szemet, mindenki kedvére válogathat, akár a sárga vagy a bordó dáliát szereti, akár a petúniát, vagy éppen az enciát, esetleg a muskátlit. A gyümölcsfákat magról ültették, legyen szó az őszi barack, a cseresznye, a költe vagy a sárga barackfáról.
Az udvar és a kert harmóniában leledzik, a virágok, a gyep, a gyümölcsfák és a szőlő együttes világa egyedi hangulatot teremt. Így talán nem is csoda, ha a kovácsék büszkék a kétkezi munkájukra. Büszke vagyok tulajdonképpen minden egyes fűre, fára, bokorra, mert 25 évvel ezelőtt vettük ezt a telket, nagyon-nagyon elhanyagolt, öreg szőlős hegy volt, és bizony nagyon sokat kellett rajta dolgozni, hogy így kinézzen, ahogy most. Büszke vagyok a virágaimra, a fákra, amit magról ültettünk, és mi nevelgettük, aminek már most gyümölcse is van, és már nagyon-nagyon finom gyümölcsöket ettünk a nyáron róla. Hát a virágok meg azok pláne, hát a virágok azok a szívem csücske, mert aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet, mondja a közmondás, de ha tehetném, beültetném az egész kertemet virággal. Ősszel a férjem az nagyon mérges rám, hogy van mit takarítani, de mondtam, ez így jó, ahogy van. Ez az én munkám. Gyakorlatilag mindenre büszke vagyok. Csak a jó Isten erőt, egészséget adjon még továbbra is nekünk, hogy tudjuk még ezt tovább csinálni. Az Oroszi család kertje is varázslatos. Különleges növények, például selyemakác, vagy éppen tuják, petúniák, ságló babarózsák is díszítik az udvart, a kertet, akár csak az orgonák vagy a mogyoróbokrok. Az udvar gyöngyszeme a halastó, az aranyhalak békésen fickándoznak a vízben. Orosziék már 50 éve kertészkednek, próbálják egyre szebbé tenni környezetüket. A selyemakác az az én kedvencem, én imádom, amikor elkezd nyílni, akkor a férjem mindig mondja, hogy figyelj már ilyen. Ő nagyon szereti a mogyorófát, a mogyoróbokrokat, mert szereti a mogyorót is. A halastó az az egész családé, a fiam építette, én meg a férjem gondozzuk, mert a szivattyút, meg mindent ő pucolja ki mindig. Szóval ez az egész család imádata, és mi ezzel dolgozunk. Én nekünk ez az életünk, hogy szép legyen. Szadán többen kaptak elismerő oklevet a takaros porta versenyen, mert kertjük, udvaruk rendezett, igényes, szép, kellemes oda betérni. Közöttük van a horvát család is. Virágköltemények díszítik a kertet, egy színes forgatag látható még az októberi fagy után is. Saját ültetésű rózsa, krizantén ugyanúgy megtalálható a szépen gondozott kertben, mint a kosárka, a levendula, az aranyeső vagy a kövirózsa. 10 éve telepített tuják is mutatóssá teszik az otthont. Szadán jövőre is lesz takarospolta verseny, akárcsak Galga Hévízen, tiszta udvar, rendes ház megmérettetés.